Malawi. Az ország a kelet-afrikai árok déli végződésénél Afrika harmadik legnagyobb tava, a Nyasatu mentén terül el. Ám hogy hogyan kapcsolódik a Malawi szépségkirálynő a térséghez, kezdjük a legelején. A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2003-ban alakult. Először helyi szinten működött Kisvárdán és környékén, ám rövid időn belül elkezdtek nemzetközi szinten is dolgozni. Az egyesület tevékenységéről dr. Juhász Péter Gergőt, az egyesület elnökét kérdeztük a Malawi kapcsolatokról. Malawiba 2005-ben utaztunk el Szeremlei Csabával, és ott egy nemzetközi szervezettel kezdtünk foglalkozni az országgal. Hát ez egy úgymond szerény kezdet volt, de ezután egyre többet éltünk is a régióban, és egyre több aktivitásunk volt, mind üzleti, mind civil, mind pedig magánszemélyként, illetve oktatási intézményekkel való együttműködésben is. És hát én személy szerint a disszertációmat is a Malawi élelmezés ökonomiáról írtam. Így kerültünk kapcsolatba a jelenlegi Miss Malawival, aki Malawi szépségkirálynője egészen 2018 májusáig. És az egyik irodánk az ott van nem messze az ő lakásától, tehát elég jól sikerült összebarátkoznunk. Neki szüksége volt valamilyen interkontinentális misszióra, mi pedig úgy döntöttünk, hogy ebben segítünk neki. Próbáljuk a kultúrák közötti megismerkedést elősegíteni, bemutatni azt, hogy attól, hogy máshol élünk, attól, hogy mások vagyunk, más a hátterünk, más a kultúránk, attól még mégis tudunk együtt működni. És ezért van most itt látogatóban, nem sokára egy hét múlva visszamegy. Közben ő bemutatja Magyarországot Malawinak, Malawit Magyarországnak, mert olyan sokat nem tud egymásról ez a két ország, attól függetlenül, hogy a sok különbözőség ellenére rengeteg hasonlóság is van. Ez volt az fő kiváltó ok. Ezen kívül van egy kolléganőnk, Asztalos Ilona, aki egy másfél hónapos missziót végzett ott 2017-ben. Fotózást oktatott egy árvaházakat oktató intézményben, és az árvák által készített fényképeket fogjuk most kiállítani. Csütörtökön indul ez a fajta rendezvénysorozatunk is Kisvárdán, a konferencia központban. Ezt a képanyagot majd később az egész országba szeretnénk továbbvinni. Ezek Malawi életképek, hogy minél jobban megismerhessük azt a kultúrát, és ne feltétlenül féljünk tőle, hanem tudjuk meg azt, hogy ott tényleg milyen problémák vannak. Ahogy itt az előadás során Fehér Gyarmaton is elhangzott, azért sok minden meglepheti a magyar nézőket, magyar hallgatókat. Kisvárdán már tartott előadást, ott az összes középiskolában ez meg fog történni, és itt a Szatmár-Beregi régióban is több kisebb és nagyobb települést is szeretnénk meglátogatni az elkövetkező néhány napban. Bakos Róbertől, a regionális koordinátortól azt is megtudtuk, hogy sikerült elcsábítani Szatmár-Beregbe a Malawi szépségkirálynőt. Az egyesülettel én kapcsolatba kerültem nemrégiben, és a tevékenységük nagyon hasonló volt annak az egyesületnek a tevékenységéhez, amiben én szintén aktívan tevékenykedek, ez a Jócsúl Egyesület, és megpróbáltuk ugye a kulturális programokat, illetve a turisztikai programokat összeboronálni, hogy mindkét egyesület számára kedvezően alakuljanak a dolgok, és egy véletlen folyamán merült fel, hogy Miss Malawi ugye fog érkezni egy képkiállítás megnyitójának díszvendékeként ugye hozzánk, és ebből az apropóból előzetesen felvezett, vagy előadássorozatot terveztünk, aminek a koordinálását bízta rám a Földkelte Egyesület. Szóval Malawi, az ország a kelet-afrikai árok déli végződésénél Afrika harmadik legnagyobb tava, a Nyasatu mentén terül el, tehát Malawi területe az indiai óceán vízgyűjtő területéhez tartozik, népessége több mint 16 millió fő, ami problémát jelent a túlnépesedés miatt. Gyakori a fiatalkori házasság is, ami szintén problémát jelent az országban. Tudtuk meg Cecília Kafi szépségkirálynőtől. Ez a cím a hölgy életében nem kimondottan egyszerű, hiszen sok feladata van. Többek között az előbb említett problémák ellen is tenni akar, tenni igyekszik. There are so many of them, but the biggest one of them is me as an ambassador of the United Nations. They had to put me, because I'm the biggest role model for the girls in Malawi, one of the biggest. So they had to put me as an ambassador for the United Nations so that I reach out to young girls who also want to be like me in future, be educated and be on a comfortable life. So one of the biggest roles is for me to rescue them from child marriages. So that I do that as an ambassador of the United Nations, but also because of my biggest organization, which I just opened in Malawi, as I said earlier, Build Malawi Initiative, I also do such similar work, rescuing them from child marriages, making sure they're in school and their life so that they can reach their full potential in future.
Hát nagyon sok feladata van, mint Int Miss Malawi, de ezek közül is talán az egyik legfontosabb az, hogy nem csak Miss Malawi, hanem most egyben az Egyesült Nemzetek Szervezetének a jószolgálati nagykövete, és mint ez a két cím, ennek a két címnek a tulajdonosa nagy felelőssége van, tehát ő tényleg egy példakép ott a malawi fiatal lányok, de a malawi lakosság körében is, tehát a saját életével is ezt meg kell erősítenie. Tehát a legfontosabb, hogy mint ez ilyen címek tulajdonosaként a gyerekkori házasságok ellen küzd, tehát felvilágosítás céljal, és hát ugye a gyerekkori terhesség, tehát a tínédzser terhességek ellen is, tehát ezek a fő feladata, és egy saját szervezet is létrehozott, mert hogy ugye most májusban már neki át kell adni a koronát, de hogy őt ezzel tudjon foglalkozni, ez a Építsük fel Malawit szervezetet, az ő saját szervezete.